két gyönyörű faszoknak látható Krisztus Urunk a keresztfán, 19. századból való, vele szemben a győztes Madonna, ez a szobor 17. századi. Győztes Madonna lábával a kordonál, ami annyit jelent, hogy a félelem, a rossz, a sötétség, az mindenkor legyőzhető. Itt látható a legelső csillározatunk folyamán, amelynek a tartó szerkezete csak a fa, a rajta lévő díszítések pedig halitkristályok. És most lenne egy nagy kérdésem önökhöz, miután a következő hely az a Szentkinga kápolna lesz. De a kápolnában sajnos csak fotójegyen szabad fotózni, úgyhogy ha nem veszünk, 10 lotyiba kerül egy jegy, és ha nem tetszenek, kérem szépen átadnám. Egyébként csak hozzáteszem, lehet kapni magyar nyelvű kiadványt, amelyben gyönyörűen le van fotózva a Szent Imre. Azt inkább ajánlom, és akkor minden benne van, a története,